Valószínűleg soha nem termett még olyan kevés méz, mint idén. Somogyi Gyula, a Nagykanizsa és környéke méhészegyesület elnöke évtizedekre visszamenőleg sem emlékszik ennyire rossz szezonra, mint a mostani. A körzet méhészeteiben van olyan, aki sem repcét, sem akácot nem tudott pörgetni az elmúlt hónapokban. Ahogy arról már február elején beszámoltunk, a korai, tavaszias időjárás miatt a méhek a megszokottnál egy hónappal korábban kirepültek a kaptáraikból. Somogyi Gyula szerint ez már előrevetítette, hogy probléma lesz a növények virágzásával. A félelme sajnos beigazolódott, ugyanis nem sokkal később ismét berobbant a tél, és rengeteg eső is esett. Kinyílottak ugye április elején a repce táblák. Ilyen hosszú repcevirágzás még nem is volt több, mint 5 hétig virágzott a repce. Normál esetben olyan 3-4 hét szokott lenni, de az normál időjárási szokott társulni, egy 20-22 fok, 23 fok. Sajnos ezt az idejéről nem mondhatjuk el. Folyamatosan rossz idő volt, esett az eső. Olyan hideg volt, hogy a méhek kise tudtak repülni a kaptárból, és ennek következtében nagyon kevés repcemézet sikerült a körzetünkbe gyűjteni. A márciusi és áprilisi fagyokkal a méhészek további gondokkal szembesültek, a hungarikumnak számító akácmézből is kevés lesz. Május vége felé az akácot is kiszoktuk pörgetni, az idei ez sajnos teljesen elhúzódott az akác nyílása ö, június elejére. Június elejé körül nyillott ki az akác nálunk, és sajnos akkor is olyan hűvösek voltak, 15 fokok, hogy gyakorlatilag nem nézelt, tehát a növények, nem adtak nektárt. A megváltozott időjárási körülmények miatt nem csak a méhészetek kerültek bajba, a mézárakon is tapasztalható, hogy nagyon kevés a termés. A szakemberek szerint helyi termelőktől még mindig olcsóbban megvásárolható az édes nektár, mint a szupermarketekben.